Ennek a videónak azt a címet is adhatnám, hogy a az angyalok köztünk járnak, köztünk jártak, és ebben a videóban emléket szeretnék állítani egy múlt héten, pénteken elhúnyt nagy embernek, holland embernek, holland zsidó embernek, akit úgy hívnak, hogy hát, van Helderen, egy -e holland ejtéssel, magyarok inkább Gelderennek ejtik. Ez az úriember egy régi textilműves családból származik, Enside városa, az ott van a németekkel keleti határon, pár kilométer a németektől, és nagyon virágzó textilipara van, ez egy saját gyáruk volt ennek a családnak, és ő is a testvére vezették, Matthias vezették ugye ezt a gyárat, azonban hát tudjuk a történelmi eseményekből, hogy a németek nyugati erőle vonulása során viszonylag hamar már, ugye 40 májusától kiterjesztették a hatalmukat Hollandiára, és már akkor elkezdődtek a provokációk, a falfelelatok és mindenféle egyebek. Amsterdam városában voltak az első komoly összetűzések a, a zsidóság és a megszálló németek között, amelyek következtében aztán el is indult voltak a hollandok eléggé, eléggé jól ismerték Ezeket a híreket, tehát eljutott hozzájuk, és, és hát ennek megfelelően mind a lakosságnak a nem zsidó, mind a zsidó része lettetesen aggódott a fejleményeket, illetően ők továbbra is működtették az elsődében lévő gyárukat, azonban 1941. októberében általánosan a textiliparra államosítás, árjásítás történt a német megszállók részéről, és akkor ők, mint tulajdonosok, ugye elvesztették a pozíciót, és hát jó érzékkel, mielőtt elfogták őket, elbújdostak és Amsterdamban, a, a Amsterdam környékén múdostak. De közben e, nyomdász barátaikkal rengeteg emberen segítettek, hamis papírokat nyomtattak a, a helyi zsidóknak, hogy, hogy ők valójában nem tartoznak ehhez a közösséghez, és így nagyon-nagyon-nagyon sokan megmenekültek. Nem lehet pontosan megmondani ezt a számot, de, de egészen biztosan száz körüli legalább az a létszám, amit ők ezzel a segítséggel megmentettek, még végül ugye a háború vége felé járva, 44-ben ugye a testvérét elfogták, és a németek kivégezték, hát utána neki egy másik élete kezdődött, azt kell, hogy mondjam. Ugye sokszor kérdezték őt újságírók, hogy hogy, hogy hogy, 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 bírja 90, 95, 98 évesen, és azt mondta, hogy ő már 75 éve meghalt. Tehát akkor, amikor a testvérét elveszítette. Onnantól ez egy új élete kezdődött, tehát neki több gyereke is lett, akik viszik tovább a textivállalkozást és pár évvel ezelőtt de város a díszpolgárnak választotta, és hát ő a háború után rengeteg kulturális projektben, épít projektben működött közre, támogatóként, tanácsadóként, tehát egy nagyon sok oldalú ember volt, aki, aki példaképe volt ennek a dolognak. És ugye ebben a, ebben a, üzemben, ahol, ami az övék volt, sajnos a nácik ugye ebben az üzemben gyártottak le kb. fél millió sárga csillagot, és erről is sokszor kérdezték őt a riporterek, hogy mi erről a véleménye, és rendkívül bölcsen, nagyon, nagyon világosan fogalmazott, azt mondta, hogy ezek az emberek, akik ott dolgoztak, ha bárki megtagadta volna a munkát, akkor akkor valószínűleg azonnal ott a németek főbe rövik, és egyáltalán ne gondolja senki, hogy, 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 itt bárki is, aki ezeket a csillagokat gyártotta, az tényleg egyetértett azzal, azzal, hogy ezt kell tenni. Egyszerűen a, az élet és a halál között választhattak, amikor ezt, ezt a munkát választották. Úgyhogy egy nagyon tiszta gondolkodású, józan értékrendű ember ment el, utolsó túlélőjeként egyébként ennek az időszaknak, zsidó túlélőjeként ennek az időszaknak, úgyhogy ebből a szempontból is egy nagyon fontos alakja a történelemnek, Hollandia történelmének, és azt gondolom Európa történelmének, és ugye egy néhány percreig úgy gondolom, hogy fontos volt róla megemlékezni. Szerencsére magyar nyelven már lehet róla olvasni, a Kibic magazin írt róla, illetve, illetve angol és holland nyelven nagyon sokat lehet róla olvasni, Rádió műsorok, cikkek emlékeznek meg róla, úgyhogy én is ezek alapján állítottam össze az itt hallható rövidanyagomat. Nagyon köszönöm mindenkinek, hogy meghallgattatok, hogyha tetszett a videó. Bár ez egy nagyon komoly és nagyon, nagyon súlyos téma. Nyomjatok egy lájkot, mondjátok el a véleményeteket, ha esetleg tudtok valami kiegészítést a történethez, akkor tegyétek meg. Minden szívesen veszek. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok.